Amellett, hogy az átlag amerikainál gyorsabban játszó, jobban egyező játékosokat igazolt a nyáron az atomerőmű ESE, nos, a fontos szerepet betöltő, a válogatottnál is korábban megfordult magyar kulcsjátékosok is remekül teljesítettek az elmúlt három fordulóban. Örvendetes, hogy a közelmúltban műtéten áteső Egminszfeld János jó formában van, 100%-osnak érzi magát egészségileg, és nagyszerűen lépett be a játékba a Kecskemét és a Szolnok elleni hazai győztes meccseken. A Kecskemét ellen már 22 percet volt a pályán a center, 8 pontja mellett 12 lepattanó labdát is szerzett, olykor szoros állásnál kritikus pillanatokban. A center poszton Loránd Péterrel úgy tűnik megoldhatják a csapat szerkezeten belül rájuk háruló feladatot. Hát úgy gondolom, hogy én már 100%-os állapotban vagyok, úgy is érzem magam, hál' Istennek, és remélem így is marad. Igazából úgy gondolom, mindegy ki van a végén, mert na, sokan vagyunk, tehát látszik is a pontokon is, hogy eloszlanak, tehát nincs olyan kiemelkedő pontdobog, mindenki gyakorlatilag ugyanannyit dob, és a lepattanóknál is elmondhatom ugyanezt, de mindenki egy csapatként játszik és küzd, és csak így tudunk előre menni. Tehát lényegtelen ki van a végén a pályán, mindenkinek küzdenie kell és védekezni rendesen. Nagy lehetőség van ebben a csapatban, úgy látom a rotációban is, meg a gyors korszerű kosárlabdát tudja játszani. Igen, elsősorban az gyorsindításokra alapozunk, és ha nem sikerül, akkor egy felállt védelem elleni nyugodt játékkal. Ezt még ugye sokat kell gyakorolnunk, még azért bőven van munka még előttünk. Úgy látod, van 2-3 csapat, aki anyagerősebb annál a 6-7-nél, aki bárhol odaér? Úgy gondolom, hogy most nagyon sok erős csapat van, ott van a Debrecen, a Körmend, a Szolnok, Falku, és még sorolhatnék még egy-két csapatot, volt, akivel még ugye nem is találkoztunk. Bízom benne, hogy mindenkivel tudunk játszani, a vírushelyzet nem fog közbeszólni, úgyhogy megyünk előre és csináljuk a dolgunkat. A három Magyarországon is megforduló amerikai játékossal, Jacksonnal, Bakerszel, Cooperszel modernebb kosárlabdát játszva eredményesebb lehet a végjátékban különösen, mint az elmúlt években volt az ASE. Ezen vagyunk, hogy próbálunk ezt a modern kosárlabdát játszani gyorsan, nagy nyomással a védekezésben. Mai meccs szerintem ilyen 25-28 percig ezt tudtunk játszani így. Ez lenne a célunk, hogy egész 40 percet akár játszani egy ilyen stílusban. A Kecskemétnél erősebb Szolnok ellen még tovább kitartott ez az új stílus lerohanásos paksi kosárlabda, és a védekezésben is kevesebb volt már a hullámvölgy, mint az előző mérkőzésen, ezért is születhetett meg a végjátékban, szinte az utolsó másodpercben egy tipikus egy kosár dönt meccsen a Szolnok elleni még értékesebb ASE győzelem. A személyem szerint nagyon örülök, hogy fiatalok, paksi nevelésű fiatalok is tudnak beszállni, és lehet rájuk bízni. Nem mondom, hogy nagy feladatokat, de nem valóták szegyen szerintem. Létezik már a férfiaknál is az U20-as szabály, miszerint az első félidőben egy ilyen korú fiatalnak végig ott kell lennie a pályán. Az ASE erre is gondolt a keret összeállításakor. Nálunk ugye most első számú U23-os játékos Vincent, Valerio Bodon Vincent, aki ugye tényleg nagy tehetség, és én azt mondom, hogy csak rajta múlik, hogy hova viszi ezt a kosárlabdát. De mondom, vannak sajnos Gulyás Milán meg nem tudott beszállni, mert probléma van a bokájával, de ha ez is rendben jön, akkor tényleg két erős ember lesz, de meg egyszer mondom, hogy fiatalok, paksi fiatalok tudnak egyelőre jól beszállni, szerintem ez az út, amin indultunk nyáron, ez a Bonyhát, Paks, Szekszárd együttműködés hosszabb távra biztos, hogy fog működni. Pavlik a jelenlegi keretet szerkezetileg többnek, sokszínűbbnek tartja a korábbiaknál. Vannak magasak, vannak kicsik, akár tudunk játszani három kicsivel, két magassal, vagy teljesen úgynevezett small ballban, ami jelent, hogy ugye alacsonyabb játékosokkal, akár centerposztokon is, úgyhogy sok lehetőség van ebben a csapatban biztos. 6-7 csapat játékos anyagának erőssége alapján az NB1 mezőnyében, míg a legélesebb szemű szakemberek sem tudják momentán megmondani, kik fognak a bajnokságban és a Magyar Kupában a legjobb 4 közé kerülni. Szerintem Paks biztos, hogy minimum elődöntőben való.
ezzel a kerettel, és ráadásul van meg egy legiós helyünk, amit nem használtunk ki, meglátjuk, hogy fog menni a szezon, hogy bele fogunk nyúlni, vagy nem, de szerintem így is ezzel a csapattal, ami most van, szerintem ott illene lenni az elődöntőben, igen. A csapat szurkolói, különösen az idegenbeli mérkőzéseken is jelenlévő B-közép tagjai a szűkebb elitbe való visszatérésben reménykednek a 2020-21-es kezdet. Még egyszer. A csapat szurkolói, különösen az idegenbeli mérkőzéseken jelenlévő B-közép tagjai is mindenképpen a szűkebb elitbe való visszatérésben reménykednek a 2020-21-es szezonban.